Budapestre is elérte a Michael Jackson Dance Tribute, a Svédországból indult kezdeményezés lényege, hogy egy rövid táncos produkcióval emlékezzünk a nemrég elhunyt pop ikonra. Üdvözlöm a stúdióban Szűcs Anitát, a rendezvény szervezőjét és Tóth Vera énekesnőt, aki maga is kiveszi a részét a produkcióból. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok! És erre nem énekelni fogsz, nem táncolni. Hát majd énekelni is, de azt nem lehet hallani. Igazából táncolni is szeretnék, de inkább a szervezésben vettem részt. Tehát egyszer volt egy hónappal ezelőtt, vagy másfél hónappal ezelőtt egy megmozdulás, de az nem járt sikerrel, és akkor így azoknak, akik ezt elkezdték akkor csinálni, mondtam, hogy csináljunk már egy ilyet, és semmi értelme, mert hogy senki nem akar jönni, és akkor egyik nap kaptam az egyik ilyen közösségi oldalon egy levelet, hogy ők ezt elkezdték csinálni, és keresnek ugye szervezőket, keresnek segítséget, és én mondtam, hogy azonnal. Anita, és az ötlet onnan, hogy ez a svédországi megmozdulás adta az itthoni rajongóknak, és az ötlet? Igen, az osztóportálon láttuk a videót, ami július 8-án készült, és nagyon megtetszett. És mit csináltak? Hát úgy van, hogy kilenek egy térre, ahol civil ruhában vannak öltözött, csak majd szól az Alan Jacksontól a beatit, és akkor elkezdenek táncolni egyre többen, és a végén már több mint 300-an, és annyira nagy hatása van ennek az emberekre, hogy nekem is nagyon megtetszik. És Magyarországon hányan jelentkeztek erre, mert ugye Vera mondta, hogy az első, amit úgy szerveztek, annak nem sok sikere volt. Hát csináltunk egy honlapot, az elején hát még nem voltak olyan sokan, de 3 hetet csináljuk, és már több mint 800-an vannak. Csak a fele elmény, akkor már egy összeadási rendezvény lesz. És milyen helyszínt néztetek ki, mert ugye ez kell egy jó tér, ami az egy látványos. Egyszerűen a Hősök tere, a Vörösmarty tér és a Moszkva tér, illetve fordított Hősök tere, Moszkva tér és Vörösmarty tér. De most ez három helyszín lesz. Stockholmban is több helyszín volt, és az egész világon több helyszínen. Ebből vágják össze. Egy első négyben, akkor fokozat, ez 16-án van vasárnap. Azt mondom, maga 14-én? Az első négy óra, akkor kezdik a Hősök tere, aztán utána utána menjünk ki a Moszkva térre. Ahogy így lefelejtünk. Igen, és a Vörösmarty téren pedig olyan 6 óra körül, de fel van a pontos program tárva. És mit tudom, visztek magatokkal egy magó? Két lazicsak? Hát ez meg van szervezve. Ott is meg van szervezve, csak nem látszik. Tehát ott elég egy kis házi kamerákkal van felvéve. Itt azért egy kicsit szeretnénk profibban. Tehát azért itt És mi a tánc? Ez 800 ember betanítani, vagy valamit koreográfiátok hirtelen? Hát lemásoltam a Jackson videóból, tehát igazából megtanultam, mert volt egy segített, aki rendszeresen táncolja a Jackson táncokat, és ő segített nekem betanulni. És valamit tudtok mutatni ebből? Ezek a dolgok is szólnak majd. Igen, igen, hol a vidit megy. Hát részeneként? Azt kezdjük itt el, és akkor most ez kicsit megváltoztatnak a szót. De egy visszatérve arra akkor is, amit elkezdtünk, hogy egységes koreográfia lesz, vagy pedig mindenki úgy táncol, hogy akar? Nem, azért van sem az oktató videó, hogy arra meg tudják tanulni. Az előtt szerint. Hogy van az elején egy kicsit bonyolultabb, amit azok tudnak, akik esetleg járnak valahol táncolni, a vége pedig olyan, akik bárkinek tudnak. Igen, tehát olyan, amit a mai néni meg tud a szomszédből. Igen, igen, igen. Nagyon rám is eltáncol, tehát olyan, csak amit én, És ez egy ilyen meghirdetett végül is, de ilyen flash mob jellegű akció, tehát hogy egyszer csak ott megjelenik pár száz ember, úgy csinál, mint a turista, nem, de megszól az első elkezdett táncol. Van ezért ez egy ilyen nagyon tudatosan, mások persze megtervezett akció, fölálltok, szépen alakzatba, sorrendbe, és akkor megfordulhatok. Ez közben is meg volt szervezve, tehát ilyen, hogy itt is, azért itt nem lehet a véletlenre bízni, tehát Magyarországon kicsit szerintem az nem tudok annyira, hogy olyan legyenünket az emberek, és azért egy előszervezésre mindenféleképpen szüksége van egy ilyen dolognak, és úgyhogy ezért is lett általuk szervezve. Emlékezés is ez, vagy egyszerűen csak jó hangulatot akartok teremteni, hiszen vele erről is egyértelműen tudott és köztudott, hogy imádta Jacksont, és hogy kiakadtál a halála után. Hát igen, hát mégis mondhatjuk úgy is, hogy kiakadtam, de igazából
nekem valami nagy hatása volt rám az egész életemnek, maradunk ennyire, tehát hogy annyira, hogy olyan volt, mint egy barát, a testvérenek, amikor kicsi volt, volt a képzeletbeli barátja, és annyira is volt, amikor beszélgetek, hogy egy kollégáni volt, ami múlva a percig videója, amivel egy kis gyerekek voltak, és ez állt, a kislányt másolta a videóban, és annyira szerette, és ez bennem annyira megmaradt. Nem csak az, hanem hatása volt a zenénkre, az életünkre, az inspirált minket, és az, mint hogyha egy nem is tudom, mint egy közeli barátot olyan volt. És még hány embert is kívánt a világon egyébként. Tehát akkor vasárnap, hogyha valaki ilyen szeretettel várjátok is menni. Köszönöm szépen.